Egy modellező életében mindig jó érzés az, amikor eljön az a pillanat, hogy egy modell elkészült és befejezetten tekinthető. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Lasszavics Gábor vagyok, kamera mögött Erika. Ez egy picit hosszabb videótartalom lesz. Ugye ez a Reviva Trainer modellnek a harmadik és valami szintén a befejező része is egyben. Itt nem akartam külön választani a két videót, hogy hogy fóliáztuk a modellt, illetve aztán hogy építettük be az alkatrészeket. Így az egészet összevágtam nektek egy egészé. Hogy jött a színkombináció? Hát úgy, hogy ha scale repülőt készítünk, akkor általában törekszünk arra, hogy egy meglévő repülőnek a színeire fessük le, vagy fóliázzuk le. Ilyen esetében, mint ahogy ez a tréner is, akkor azért megnézzük, hogy ki milyen színbe készítette el, hogy mutat kinél a modell, illetve megnézzük, hogy álláson milyen fóliánk van, és hogy milyen jó kombinációt tudunk összehozni. A sárga-fekete kombo az már eleve, ugye, elég kontrasztos és jól tud kinézni. Hát, hogy a végére a törzs még ilyen csíkosra sikeredett, meg ugye a szárny alsó felülete, hát az még úgy hozta magával a munka. Itt azt még megemlíteném, hogy mi kicsit más módszerrel oldottuk meg a fóliázást, mint ahogy a Balint bemutatta a videójában. Ő ugye lefóliázta az egész modellet egyszínű fehér fóliára, és aztán külön ragasztotta rá a matricákat. Mi mindjárt úgy fóliáztuk, hogy ahol csak lehetett, hogy ahol kellett a sárga, csak a sárga ment, illetve ahol kellett a fekete, csak a fekete ment. Nem számoltam ki pontosan, de azt tudom, hogy az első nap, amikor elkezdtük a szárnyat fóliázni, akkor mindketten fóliáztuk, és körülbelül olyan 5-6 órát voltunk a műhelyben, szóval azt megszorozzuk kettővel, akkor ott vagyunk ilyen 10-11-2 munkaóránál, és azzal csak a szárny volt még valami szinten. A következő bevágásokból lássátok, hogy készült az egész. Yeah.
kezdtünk a fólyázással, akkor felragasztottuk a csűrőket, ívelőt, illetve magassági és oldalkormányokat. Beépítettük a szervókat, illetve motrot, motorvezérlést. Nos, eljött a pillanat, hogy beépítsük a motrot. Ezt többféleképp lehet megcsinálni, én így szoktam, hogy most fogom nekik megmutatni. Úgyhogy lássunk is neki. Nos, ugye ez az első boldára megy rá a motor. Na most ezt úgy is meg tudjátok csinálni, hogy még nem építitek be, és már még van a motor, akkor rárajzoljátok, illetve ki is furkáljátok a helyét, ahol rámi majd a motornak a csillagja. De én már egyszer-kétszer megcsináltam előre, aztán nem stimmelt, módosítani kellett. Úgyhogy azóta, ha egy mód is van rá, akkor úgy csinálom, hogy amikor már kész a modell, és persze, hogyha van hozzáférésem, akkor inkább utólag furkálom ki a lukat, és értelemszerűen építem be a motrot is. Mivel ebben az esetben az első bordának, ahova rögzül a motor, nincs adva előre szög, ezért a motornak a keresztjére ragasztottam rá három alátétet, ami körülbelül megadja a másfél fokos dőlést lefelé, illetve jobbra. Most itt már előre kifúrtam kettő lyukat, hogy nekünk előre rajzogatni, állígatni mindent, de minden esetre be kell helyezni a helyére, ahol lesz a motor. Nem hiba, hogy nem középre tettem, mert ugye ezt hittem fönt becsuktam a törzs első részét, és hogy a motor biztos elférjen, ezért ezt a másfél-két milliméteret inkább lejjebb engedtem a csillagon, de így sem összevel semmi gond, úgyhogy szépen elfér mindenki mindenkivel. Hogyha még van a pontos pozíció, akkor a másik kettő lukat is megjelöljük. És akkor tudjuk fúrni. Ja, hogy forog. Jó, na. Most van az a kellemes pillanat, hogy ezt a motort be kell szerelni ugye oda belőle. Kábelek azok majd átmennek a motorvezérlőhöz itt alul ezen a lyukon keresztül. Elméletileg hozzáférésem veszem erről. Viszont ez hát megfelel egy nőgyógyászati beavatkozásnak simán. Úgyhogy lássuk, hogy sikerültek a furatok. Ugye? Elméletileg jó. Minden legalábbis úgy néz ki. Szűk a hely. És akkor most mondanám azt, hogy inkább nem mondom. Mert lehet, hogy kiskorok is nézik a videót. Ha már egy bent van, azért próbáljuk még hozzáfogatni hátulról. Legalább valami szintén a helyén tartja majd a motrot. Ugye itt a nyílás fölülről, ahol hozzá lehet szépen férni, hát mindjárt megfordítom, hogy belássa könnyebben. Ugye úgy csináltuk meg, hogy ott a motor, na most összevisszáll még, de ez a kis polcocska alatt van kettő csavar, az alsó kettő, a másik pedig itt fog majd felül kijönni. Megpróbáljuk ilyen önzáró anyával rögzíteni a motrot. Hát. De várjál, ez nem biztos, hogy jó lesz, mert még ezt kell ide tenni, átviszem tőled, persze ez a hülye pincettából csipeszből kiesik a csavar, jó, így, ez az, igen, bébi, csináld bébi, ne nyomd annyira basszus, fájdalmas lesz. Na, miért folyik az urlongóvér? Fasz. Most rögzítettük a négy csalart, és beigazolódott, amitől féltem egyébként. Mi is tudjátok nézni, azaz mindjárt mutatom. Ugye mi eleve becsuktuk ezt a felső részét a törzsnek, hogy szépen nézzen ki. Viszont hát egy milliméteren múlik és súrolja a motor. Na most eladtam neki gyűlésszöget picit lefelé. Viszont nem merik neki adni többet, lehet, hogy még egy-egy alátét megoldaná ezt a problémát. Ez ami illeti a rosszabb részét neki, úgyhogy ezt majd vagy kivágom, vagy nem tudom, hogy még valamit csinálok vele. Viszont ami jól kijött, az az, hogy az
anyák rögzítéséhez hozzáférek a kis krovakulccsal, úgyhogy pont be lehet férni, pont van benne annyi hely. Viszont ha 2 mm-re kisebb, mint az egyik kivágás, akkor ez sem fér be. Úgyhogy ez oké. Ezt mindjárt megoldjuk. Mint szokás mondani, nincs más hátra, mint előre. Úgyhogy most szépen vissza kiszereljük azt, amit eddig beszenvedtünk. De ez is a modellezés része, úgyhogy higgadság, türelem, hanem nálam az néha nincs. Na most ez nem egy olyan hiba, ami megoldhatatlan. Viszont munkamenetet egy fél órával megdobja, annyi az egész. Nos, hozzátettünk 2 alátétet a csillag alá, és megoldott a probléma, úgyhogy egyelőre nem ér hozzá a motor. Igaz, hogy nincs sok hely, de nem fog hozzáérni. Az a lényeg, és a kellő összeg is mindenképp megvan. Most nem méregetem, de ránézésre megvan a szög úgy lefelé, mint valamennyit jobbra is. Miután leteszteltem a szervokat ugye teszterrel, aztán be is építettem őket, úgyhogy helyre került a csűrő, illetve az ívelőnek a mindkét szervója. A hosszabbító kábeleket mi előre szoktuk behúzni a szárnyba is, főleg ami a csűrőtől jön. Ugye itt rövidebb volt a táv, itt hosszabbító kábellal be tudtam menni és aztán összekötni. Viszont a törzsbe is ugyanúgy előre húztuk be a... Vagy a hosszabbító kábelt húzzátok be, vagy húztok be egy madzagot, vagy egy damit, bármit, amire aztán ráerősítve be tudjátok húzni a törzsbe ugye a kábeleket. Amit láttátok, az építés közben is tudnak felmerülni problémák, úgyhogy erre szintén rá kell szállni az időt, meg kell oldani, hogy jó legyen, hogy megfeleljen. Ezt az időt nem kell sajnálni, amit erre fordítotok, mert a végén csak jobb lesz az eredmény. Úgyhogy sokszor van az, hogy bosszus pillanatok, meg próbálnátok valamit megoldani, de ne kapkodjatok vele, mert hogyha kapkodtok, többet hibáztok, ezt saját tapasztalatból mondom, én is azért el tudom veszteni a türelmemet, meg a mindenemet az ilyen problémák keresésekor, de akkor próbálok más segítséget kérni, úgyhogy és én megoldani az adott gondot. Ezzel búcsúznék is a mai videóval. Iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor kaptok még értesítéseket a jövő évvel videóimról, illetve még azt így a végére, hogy vasárnap lett volna időn kivinni a modellt tesztrepülni, de mivel elhúzott ez a szervó probléma, amit itt tudtak megnézni, ezért inkább már késő délután úgy döntöttünk, hogy csak kivisszük ide ház elé, megborítjuk, mégis megnézzük, hogy viselkedik, mennyire tud fordulni lent a földön, hogy lehet taxisztatni, mondjuk úgy. Találkozunk nem sokára, addig is lehetek jók. Sziasztok!